Az orvosok első és legfontosabb tanácsa az volt, hogy kezdjük el azonnal az anyatejnek a fejését. A feleségemmel természetesen ebbe bele is kezdtünk. Az elején egy csepp, két csepp, három csepp, és így ment tovább. Aztán amíg megérkezett a feleségem teje, két gyerekre való tej azért az nem egyszerű. El kell tennie két-három napnak, akár négy napnak is addig, amíg még megjön az anyatej. És ebben a szakaszban a mi picéjeink fejt tejet kaptak, ami tejbankból érkezett, és azt gondolom, hogy pont ebben az első időszakban van a legnagyobb szükségük rá, ezért nagyon-nagyon hálásak vagyunk azoknak az anyukáknak, akik lehetővé tettük nekünk azt, hogy a mi gyerekeink is kaphassanak tejet. Én, mint sportoló, vagy mi, mint sportolók, rengeteg támogatást kapunk a szurkolóktól, nézőktől, és most én kérném meg azokat az édesanyákat, akiknek rengeteg tejük van, hogy ne a csapba öntsék a tejet, hanem igenis menjenek be a tejbankba, vigyék be, adják meg a lehetőséget azoknak a piciknek, hogy egészséges éveket nyerjenek az életük kezdetén, hiszen nekik abban az időszakban erre van a legnagyobb szükségük.